A bronzmérkőzésen a feketemezes Siófok Galerius fürdő esélyeshez méltóan az első percektől kezdve magához ragadta a kezdeményezést a sérülések által is hátráltatott Veszprém Barabás Dunatakarék KC ellen. A kékmezesek 3-3-nál még tudtak egyenlíteni, de innentől csak futottak az eredmény és Erdősi Ildikó után, aki egészen elképesztő teljesítménnyel 9 gólt szerzett az első játék részben. A Siófok bár már 6 találattal is vezetett, de a Veszprém Tóth Gabriella találataival felzárkózott 10-13-ra a szünetre. A fordulás után ismét rákapcsoltak a sötétmezesek, az első játék részben még felálló Barabás pedig ekkor már nem tudta tartani a lépést. Az összesen 6-szor betaláló Hajtai Vanessa hiába remekelt a második 30 percben, a különbség hamarosan utcahosznyira nőtt. Mehet Erdősi, Erdősi emel, és természetesen gól a vége. 26-16, tehát itt a számolás. Az ellenállhatatlanul játszó Erdősi Ildikó végül meg sem állt 13 gólig, amivel 32-21-es sikerre vezette a Siófokot, amely története során először szerzett érmet a Magyar Kupában, méghozzá bronzot.